Jó reggel, gyerekek! Így, hogy ragyog az idő! No! Az a helyzet, hogy menjek randira. Oh yeah! Fél 12-kor találkozunk kint az óceánparton. Viszem a kamerát is, de nem tudom, hogy nem fogom ugye lefilmezni, mikor találkozunk, de előtte és utána. Na! Jó! Gyerekek! Szellem van a tanyán, nem tudom, láttátok az előző videómot, az előtt a kommente, az alatt a kommenteket, de felfedeztek egy szellemet. Egy pár nézőm a videókba. Most visszajövünk a helyszínre, és megnézzük, hogy tényleg ott van-e a szellem. Itt voltunk a tegnap. Csak ugye akkor más volt a világítás. De innen így fémeztem arrafelé, és akkor így errefelé, és a háttérben ott láttak a banánfák mellett. Sánszba itt hátul a szellem lássát, de most is. Tényleg úgy nézett ki, mint egy ember tigrú a háttérbe. Ugye most nem pont úgy fog kinézni, mert a nap most innen süt, és akkor a túlsó felirő, tehát itt egy kicsit árnyékos volt. Azért volt megtévesztő a dolog. Lássátok-e a szellemet. Tehát ennek a banánfának a virága, ezt láttátok embernek. Kétfelül a levél ki van nyílva, és úgy nézek ki, mintha azok lennének a karjai. Ó, a jó kis öreg optikai csalódás, he? Na. Ma reggel úgy döntöttem, nem csinálok semmit. Nem dolgozok, levágtam a körmeimet, megreszeltem őket szépen kezemen, lábamon, megigazítom még a bajuszomot egy kicsit, mielőtt megyek. Tessze, szépen kiferettem. Felöltözök szépen, felveszem a vegán pólómot. Egyet legalább ásadtam volna reggel, de nem volt kedvem, pihentem. Tegnap későig dolgoztam. Banánt is ültettem. Fú, megint a szén. Na, úgyhogy szököm fel a motóra. Persze viszik a csajnak banánt. A házi termésből egy fűtöcskét. Ahol mint 6 éves. Úgyhogy ja, pont ez zám illő évben is, én most jöttem 38-et, ugye? Na, lássátok, hogy mit csináltam a tegnap. Hát előbb ugye levágtam ott a füvet, nagyja a napnak azzal ment el a traktor bütyköréssel, s a füvalgassal. És akkor este ültettem ide még egy sor banánt. Ott elő volt 4 darab, és még ültettem, hogy 10-et eszem. Na. És akkor majd fogom folytatni. Befejezem ezt a sort a kert mellett. Ide még egy sort. Ide, ahol raki van a dump, innentől a dump truckig. Még egy sort. És a túlsó táblának a közepitől a végig még egy fél sort. Na.
És most ennyi fűnyire hasonlóan nem is foglalkozok, egy kicsit maradt a szélin, az ma mindegy mikor, majd levágom valamikor. És ezt egy-két vastag szart, itt túl sok volt a főcs, nem akartam már ültetni. De a szíjú kibírta, hely, mit szóltok? A jó öreg szíjú, miután az igazításokat megcsináltam. Kimestereltem most a fortéjait a traktor szíjúnak. De le kell vágjam, majd jövök se száraz leveleket, se sárgákat levágom, hogy csak a zöldek maradjanak. Legyen még szebb. Nem dőlt ki egyik se, lássátok-e, pedig fúj a szél. Egy-egynek még egy kicsit ide kell tapodni majd a tövire. Ugye majd múcsa meg kell rakni körbe, de majd jó volna öntözni és őket legalább most így az elején, de előbb meg akarom jó múcsozni és utána öntözni, hogy bent tartsa a múcsa nedvességet. És mindjárt induljak, mennyi az óra? 4:11, 10:30-kor elindulok. Egy ilyen 40-45 perc innen, de ezt kell számítani, egy 50 percet, egy órát. Ja, azért is nem akartam ma reggel semmi munkának nekiállni. Ha nekiállsz a munkának, a telefont kivettem airplane módból, kezdett zongorozni van. Na neki az, hogy munkának, és akkor ráhúzódik az idő, és akkor összekoszolod magad, és akkor meg kell megint mozgyas, és akkor elkésej. Na úgyhogy fogynak a banánok innen. Még maradt egy, mit tudom, egy olyan 15-20 darab még maradt, de ezek már kicsikék. Egy hára tettem őket, hogy könnyebb öntözni. Ezeket oda a kárt mellé rakom be sorba végig. Ja, ma este el is szúrom őket. Olyan, majd elfelejtettem mondani, beesett egy munka mára. Hát beesett, bevállaltam egy számítógépes munkát, rég nem csináltam a számítógépes munkát, de most azoknak is neki kell állni, meg kell ugye a pénz, a tornácos, mindenre. Ugye bevállaltam arra egy harangos üzletet, tudjátok a Datamax től a Bells üzletet, egy monyatort kell kicserélni, egy LCD képernyőt. És ez délután 3-tól 6-ig. Így most oda megyek 12-re, csajot találkozunk, átütünk, itt tudom, 1-2 órát, 3-at beszélgetünk. Vagy is lehet csak 10 percet, és összeveszünk. És akkor van búcsúzunk, és nem hiszem, mert jó, elég jó passzol a szó. És akkor utána csapom le, ott van a 41-es úton az airport kereszteződést, hogy elhagyod ott lán. Még voltam ott egyszer, azt hiszem videót is csináltam. És lemegyek, kicserélem azt a monyatort, 50 dollár, hamar megyen egy fél órás munka. De maga a munka 10 perc, de papírmunka, most telefonálgatással együtt egy jó fél óra. 50 dollár, mínusz 10%, 45 dollár, tehát itt megkapok. Úgyhogy ja, a randit összekötsük a kellemes, a hasznossal. Na, és ez a karocska, tegnap, mikor ültetéshez használtam, már fel volt lazulva. Úgyhogy lehet nem mechanikai szorulásról van szó, hanem mikor fel volt melegedve, lehet, mit
tudom én, meg kell nézem azt hidraulikus olajat ott hátul a... abba a hasminnyiakba. Na jó, menjek gyerekek. Mi van még ma arra? Randi, munkas, utána jövök haza. És elültetem azt a part banán csemetét oda a kár mellé. És mára ennyi lesz. Hónap reggel még a traktorral egy kicsit tartsam ezt a sáncot. De lehet hónapra is beesik valami munka. Most láttam ott. Na mindegy. Meglássuk majd. Ja. Van egy jó munka, de meglássuk, nem biztos, hogy megkapom. Na jó, befejezem, épít egy kicsi smoothie-n van, ezt bekapom. Gyümölcslé egy néhány banánnal se zappáháljál. És azzal el vagyok menve, gyerekek. Na, szép napot nektek, pa!